A városvezetés elképzelései szerint októberre végeznek a terelőút felújításával. Villám csapott egy melléképületbe Gyergyószent Miklóson. A gyulafehérvári római katolikus érsekség közzétette az augusztus 1-től érvénybe lépő személyi áthelyezéseket az egyházmegyékben. Gyergyószent Miklóst is érintik a változások. Hírek a Fénytelevízióban július 1. napján. Köszöntöm a nézőket! Lezárult az aszfaltozás a Gyergyószent Miklósi teherforgalmat kiszolgáló út két szakaszán, a Halászok és Dózsa György utcákban. A köztes szakaszon a Békény utcában még csak a víz és kanalizálási vezetékek lefektetése zajlik, azután jön az út alapozása és az aszfaltozás. Az önkormányzat tervei szerint októberre szeretnének végezni a terelőút felújításával. A Halász utcában még múlt héten elkezdődött az aszfaltozás, az utolsó úgynevezett koptató réteg leterítésével. A Dózsa-György utcában is befejezték az aszfaltozást, tudtuk meg a Gyergyószent Miklósi önkormányzat illetékesétől. Ezeken az útszakaszokon a járda elkészítése van hátra. A járdák alatt alakítják ki a műszaki csatornákat, amelyekbe különböző vezetékeket helyeznek, hogy az esetleges meghibásodásokért ne kelljen az utat feltörni. A járdák mindenhol térkőből készülnek majd. A Halászok és Dózsa-György utcában munkálatot folytatódnak. A kivitelőző cég a héten a koptató réteget leaszfaltozta, a próbafúrások is megtörténtek, rendbe találtuk az aszfalt réteg vastagságát. A munkálatok folytatódnak a Rózsa utcába a héten, a Halászokba és a Dózsa-Györgybe és a következő héten a járda építés fog történni. A Békénybe is remélhetőleg egy hónapon belül elkezdjük a munkálatokat. A Gyergyószent Miklósi terelőút középső részét képező Békény utca egyelőre még messze áll az aszfaltozástól. Itt a közműbekötéseken dolgoznak. A vízvezetés és bekötések a lakók fele megtörténtek. Ugyanúgy egy pár lakó jelezte, hogy a gázt is be kellene kötni. Ezek, ahogy megtörténtek, a kivitelező cég az útalapot fel fogja szedni, és elkezdődnek az útnak a felújítása. Az alap következik, ugye az útnak kell egy alapot képezni, utána jön az aszfaltozás. De mindenféleképp ezt októberig beszeretnénk fejezni. A Gyergyószent Miklósi teherforgalmi út felújítását 2019-ben kezdte el az előző városvezetés. A jelenlegi azt tervezi, október végéig végeznek a munkálatokkal. Szintén útépítéssel kapcsolatos, de ezúttal a város másik pontján fognak dolgozni a jövő héten. A Szabadidőpark felé vezető építők utcafelújítását még a tavaly elkezdték, aztán egy darabig minden munkálat leállt. Az építők utcába a tervező jövő héten jön, ugye ott a lakók is kérték, hogy az út szélességét, amely 3,5 méter, azt mennyire tudjuk, tehát 5 méterre szélesítsük ki, mert két autó nem fér el. Ugye ott ez miatt a munkálatok kicsit késnek, habár a járda az el fog készülni. A városmenedzser elmondta, ebben az utcában, mielőtt a kiszélesített út el fog készülni, a járdákat fogják kivitelezni. Előzetes regisztráció nélküli oltási maratont szervez a Gyergyószent Miklósi Oltóközpont mobil csapata Gyergyócsomafalván. Az oltási maratonra pénteken, július 2-án reggel 9 és délután 17 óra között kerül sor a Napfény Szociális Központban. Pfizer-BioNTech oltóanyaggal történik az immunizálás. A szervezők kérik mindazokat, akik élni szeretnének az oltás lehetőségével, hogy vigyék magukkal a személyi igazolványukat. Másodfokú viharriadó volt érvényben szerda délután 2 órától csütörtök reggel 6 óráig Erdélyben. A meteorológusok előrejelzése beigazolódott, gyakori villámlások kíséretében heves esőzéssel érkezett meg az éjszakára hűvösebb levegő térségünkbe is. Gyergyószent Miklóson a reggeli órákban villám csapott egy melléképületbe, a tűzoltóság beavatkozására volt szükség. Gyergyószent Miklóson reggel 5 óra után riasztották a tűzoltókat egy gazdasági épületben keletkezett tűz oltásához. A tüzet villámcsapás okozta. Az épület megközelítőleg 100 négyzetméteren égett, fennállt a tűz továbbterjedésének veszélye a közeli lakóházra és gazdasági épületekre. Az oltásban részt vett a Gyergyószent Miklósi Hivatásos Tűzoltóság 2 autóval és a Gyergyószárhegyi Önkéntes Tűzoltóság szintén 2 autóval.
A Hargita megyei sürgősségi esetek felügyelőségének jelentése szerint a tűzben leégett a gazdasági épület tetőszerkezete megközelítőleg 100 négyzetméteren, továbbá 2 köbméter bükkfadeszka és fél tonna széna. Az anyagi kár 30 ezer lej körülire tehető, ugyanakkor a tűzoltók beavatkozásának köszönhetően sikerült megmenteni a tűztől a lakóházat és a további melléképületeket megközelítőleg 200 ezer lej értékben. Hargita megyére további narancssárga riadó van érvényben július 1-e délután 2 órától július 2-a reggel 6 óráig. Az említett időszakban viharokra, jégesőre, villámlással kísért heves esőzésre lehet számítani, a lehulló csapadék mennyiség elérheti a 35-70 litert négyzetméterenként. Mától tölthető le a digitális COVID igazolvány, amely megkönnyíti az utazást az Európai Unió tagállamaiban. A különleges távközlési szolgálat által beüzemelt certifikát kötőjel covid.gov.ro címen lehet igényelni az igazolványt, amely 24 órára érvényes a gyors teszt és 72 órára a PCR teszt esetében. A betegségen átesett személyeknek az első bejegyzett pozitív teszttől számított 180 napig, a teljesen beoltott személyeknek pedig jövő év júliusig érvényes a COVID igazolvány. Joana Mihaila egészségügyi miniszter ezzel kapcsolatban hangsúlyozta, a beoltottak használhatják ki a legkedvezőbb feltételek mellett a mától hatályba lépő közös Európai Uniós védettségi igazolványt, amellyel az EU-n belüli utazások során elkerülhető a koronavírus járvány miatt bevezetett korlátozások egy része. A gyulafehérvári római katolikus érsekség közzétette az augusztus 1-től érvénybe lépő személyi áthelyezéseket az egyházmegyében. A 44 személyi változás érinti az új miséseket, a segédlelkészeket, a plébánosokat és lelkészeket, ugyanakkor több egyházi elöljáró nyugdíjazását is jóvá hagyták. Gyergyó Szent Miklóson is lesznek változások. A hagyományoknak megfelelően a gyulafehérvári papszentelést követően az egyházmegye főpásztora Kovács Gergely érsek idén is változásokat rendelt el a papi hivatás körében. Az érseki tájékoztatásban megjegyzik, hogy a papok helyezésénél figyelembe kell venni a hívek jogait és a pap személyiségét, képesítését, párosítva tehetségét egy adott helyzet valódi szükségleteivel. Ugyanakkor szem előtt tartják a zsinati könyv rendelkezéseit, miszerint minden pap legalább 5 évet szórványhelyen is tevékenykedik. A nem szórványplébániák esetében 15 évi szolgálat után a plébános kell kinyilvánítsa szándékát a főpásztornak, hogy más egyházközség vezetését is vállalná. A gyulafehérvári római katolikus érsekség által közzétett személyi áthelyezések érintik a gyergyószentmiklósi plébániákat is. 2 új segédlelkész kapott kinevezést Gyergyószent Miklósra. Pasta Szilárd csíkszentdomokosi segédlelkész a Szent István plébánián, Fülöp Zsombor brassói segédlelkész pedig a Szent Miklós plébánián fog szolgálatot teljesíteni. Gál Hunort a Gyergyószent Miklósi Örmény plébánia ellátását megtartva felmentették kisegítő lelkészi beosztásából, és kinevezték a Gyergyószent Miklósi munkás Szent József plébánosává. Portik-hegyi Kelemen pápai káplán a változások értelmében búcsúzik Gyergyószent Miklóstól, a Gyergyószentmiklósi Szent Miklós plébánosi címét a Maros-Ludasi plébánia plébánosaként folytatja, továbbá az aranyos tordai kerület főespere is ő lesz. Helyére Dávid György, a Sepsiszentgyörgyi Krisztus király plébánosa érkezik, valamint a gyergyói kerület főesperesi teendőit is ő látja majd el. Július 2-a és 3-a között a Sarlós Boldogasszony búcsú alkalmával ünnepel Gyergyó Újfalu közössége. Az ünnepség sorozat pénteken reggel 6 órakor a Molnár Antal fúvós zenekar ébresztőjével indul. 11 órától lesz ünnepi szentmise, majd 13 órakor kerül sor a Grund ifjúsági ház felavatására. Táncbemutatókra, bábelőadásra, gyerekprogramokra is sor kerül a nap folyamán, este pedig a piac téren fellép György László és a zenészek, a Teddy Queen, a 4-es Street és a No Sugar. Szombaton 9 órától Kelemen kupát szerveznek, ünnepi programmal lép fel a 110 éves Molnár Antal fúvós zenekar, és teke bajnokság is szerepel a falunapok kínálatában. Itt a nyár, a szabadságolások időszaka. A hosszas bezártság után, aki teheti, szívesen menne nyaralni, akár külföldön is. A hazai turisztikai szakemberek szerint az enyhítések ellenére továbbra is nagy bizonytalanság övezi a különböző országokba való beutazási és az üdülés lejártával a hazatérési feltételeket.
Magyarország elismeri a Romániában kiállított oltási igazolást, amely felhasználható a karantén kötelezettség nélküli beutazáshoz és a szolgáltatások igénybevételéhez is. A külképviselet tájékoztatása szerint a határátlépésnél elegendő bemutatni a romániai oltást követően kiadott igazolást. A Magyarországon védettségi igazolványhoz kötött szolgáltatásokat ugyanezzel az igazolással lehet igénybe venni. Mindemellett továbbra is igényelhetnek magyar védettségi igazolványt azok a magyar állampolgárok, akik Romániában kapták meg a koronavírus elleni védőoltást. Még mindig várjuk, hogy találják meg azt az összhangot az Európai Unión belül, hogy picit még többet segítsenek az utasokon, hiszen tudjuk, hogy egyelőre még mindig tárgyalási szinten vannak, hogy miről is szól ez a zöld bizonyítvány, vagy Covid útlevél, meg ilyesmikről beszélnek ugyebár. Még nincs konkrétan eldöntve. A hazai turisztikai szakemberek szerint az enyhítések ellenére továbbra is nagy bizonytalanság honol a beutazási és hazatérési feltételeket illetően. Szinte nincs összhang. Mindegyik ország maga megszabta, hogy mit vár el a beutazótól. Éppen ezért nagyon oda kell figyelni, amikor tervezünk, nagyon oda kell figyelni, amikor eldöntjük, hogy hova megyünk nyaralni. Még akkor is, ha ezek pillanatnyi állások, pillanatnyi dolgok, ezek megváltozhatnak. Ugye ma szintén fog változni ez a lista, holnap jelentetik meg, hogy melyik ország került ki a sárgából, lett zöld, melyik zöld országból lett sárga, vagy pirosból sárga, vagy ilyesmi. Éppen ezért mindig napirenden kell legyünk, hát mi valami kis detektívek, ugye egyfolytában turkáljuk a papírokat, információkat, interneten, mindenhol, hogy milyen változások lépnek fel nap, mint nap. A legkedveltebb úti célok közé jelenleg Bulgária és Törökország tartozik. A bulgár kormány ugyanis a napokban bejelentette, hogy karanténkötelezettség és PCR-teszt nélkül várják a hazai turistákat. Újdonság, hogy Tunézia is zöld utat adott a román állampolgároknak. Múlt hétvégén ünnepelt Marosvásárhely. A világjárványra való tekintettel idén két naposra szervezték a város ünnepét, arra a hétvégére, amikor a történelmi hagyomány szerint Marosvásárhelyen vásárt tartottak, amire még Mátyás király adott jogot 1482-ben. Toronykoncert helyi művészekkel, színházi előadások, néptánc bemutatók, sportvetélkedők, kiállítások színesítették az idei 24. alkalommal megszervezett Marosvásárhelyi napokat. Szombat este a Kultúrpalota tükörtermében átadták a Marosvásárhely díszpolgára díjakat. A világjárványra való tekintettel idén két naposra szervezték a város ünnepét, arra a hétvégére, amikor a történelmi hagyomány szerint Marosvásárhelyen vásárt tartottak, amire még Mátyás király adott jogot 1482-ben. Elsősorban ugye megvan az egymásra találás öröme, hogy ismét Marosvásárhelyek együtt ünnepelhetünk. Egy olyan városban, ahol nem az a prioritás, hogy a rendezvényeken milyen jellegű zenét mutatunk be, hanem az a prioritás, hogy vásárhelyi művészek, vásárhelyi színészek, vásárhelyi embereknek a munkásságát ismertessük, ők szerepeljenek, nekik a legfontosabb az, hogy megismerjük azt, hogy milyen értékekkel rendelkezünk. A város történelme a Marosvásárhely díszpolgára díj kitüntetettjei személyében is hangsúlyt kapott, hiszen mindhárom díjazott tevékenysége a történelmi örökség feltárásához kapcsolódik. Pál Antal Sándor történész, nyugalmazott levéltáros, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja 42 évig az állami levéltárban dolgozott, több száz tudományos cikk és több tucat könyv szerzője, a Székelyföld, azon belül Marosvásárhely kutatója. Pál Antal Sándor meghatottan vette át a kitüntetést. Be kell valljam, hogy egy kicsit elfogott az érzelem. Ugyanis erre az eredményre még álmomban se gondoltam volna, hisz nem számítottam, hogy a városunk közönsége képviselői révén ekkora megtiszteltetésben részesítenek. Kornél Szigmirján történész, egyetemi tanár, akadémikus, amikor átvette a Marosvásárhely díszpolgára díjat, elmondta, tudomására jutott, hogy valamennyi díjazott személyére egyöntetően bólintott rá a képviselőtestület, ami azt jelenti, hogy munkájukat elismerik, hogy a város történetének megismerése fontos. Végül postmortem díjazták Szorina Botár rádiós újságírót, aki szintén a város múltjának megismertetéséhez járult hozzá a zsurnalisztika eszközeivel. A tragikus körülmények között fiatal
fiatalon elhunyt újságíró, a Város meséi című könyve 2010-ben jelent meg. Azt követte a marosvásárhelyi épületek, majd a testvérével, Rádu Balázs újságíróval közösen írt gyerekeknek szóló könyve, illetve a Brassót bemutató kötet, ami után a Nagyszebenihez kezdett hozzá. A városnapi rendezvények többek között a várban zajlottak a nagy közönség számára, itt egy mobil oltóközpontot is berendeztek. A Johnson & Johnson vakcinát használjuk, este 8 óráig várjuk az érdeklődőket a várban berendezett oltóközpontban. Jöjjenek minél nagyobb számban, van elegendő oltóanyagunk mindenki számára. A nyár folyamán mindenféle rendezvényen jelen leszünk mobil oltócsapatunkkal, hogy lehetőséget adjunk és bátorítsuk a lakosságot arra, hogy beoltassa magát. Tegnap délutánig mintegy 30-an éltek az oltakozás lehetőségével a várban. A doktornő elmondta, valamivel nagyobb érdeklődésre számítottak, de remélik, hogy a továbbiakban növekszik az oltás utáni érdeklődés a különböző rendezvényeken. Mindeközben a várudvarán a római hadsereg katonáinak felszerelésével és harcászati módszereivel ismerkedhettek meg az érdeklődők. A többnyire történelem szakos egyetemi hallgatókból álló csapat célja a 21. századi emberrel megismertetni a hagyományokat, élőben láttatni, milyen volt régen egy római katona, egy a történelem könyvekből ismert csata. Gondoltuk, hogy ezzel a hagyományjal kicsit felhívjuk az emberek figyelmét, hogy Maros megyében van egy nagyon gazdag római örökség, három vagy négy segédtábor van, például Mikházán, Sóváradon, ahol tartanak fesztiválokat, például a Mikházi Fesztivál, ugye? És másrészt pedig az, hogy a mindennapi ember lássa, hogy a történelem nem csak könyvekből, adatokból, dátumokból, csatákból áll. A népes érdeklődő sereg akár fel is próbálhatta a felszerelést, kipróbálhatta a kardforgatást. A szervezők célja volt az is, hogy bárki megérezhesse, milyen volt a római korban harcolni 30-40 fokos hőségben. Híreink végén megköszönöm a nekünk szentelt figyelmet, szép estét, viszontlátásra holnap!